1968-ig befejeztem egyetem, és elment a Vladimir város egyetembe dolgozni, mint a testnevelő tanár. És ott dolgoztam 10 éves. Utána találkoztam szép gyönyörű lány, aki Mátrai Judit, aki Magyarország alappolgár, és mentem a Magyarország. 1977 házasság volt, és 81 mentem a város Pécs. No, város Pécs nem volt, volt egy úszoda, nagy úszoda hullám, és a kertvárosban semmi nem volt, csak volt kis víz, kis medence udvarból, 40 szánti, 60 szánti víz, és egy hónap múlva én lettem a kertvárosból, nagyon híres figura, azért minden pici gyerek mondja, hú, ez nekem egy ző. Ző Anatoli bácsi, szuper szó. Jó, ott született, 4 éves, 5 éves gyerekek tanultam úszni, és utána 4 év lett kis medence, 4 pálya, 25 meteres, és ott kezdtünk csinálni a úszás. Amikor ő ebbe az országba érkezett, másfajta problémákkal küzdött, mint mi ma. Nem volt, hát a Gedemis ösztöndélem is létezett, kiemelt edzői program, talán a legnagyobb álmainkban, és nem azon vitatkoztunk az úszószövetség aktuális elnökével, mikor jön már meg az aktuális támogatása, hanem éppen arról volt szó, hogy ha nem szedjük be a tagdíjat, akkor nem, hogy fizetés nem lesz, nem tudunk emelni versenyezni. Ez egy egészen más világ volt, és ez az ember itt mellettem az első 25 évében társadalmi munkában dolgozott, de amikor idejött Magyarországra, nem hogy a nyelvet nem beszélte, még 20-asán volt azon a környéken, ahol ő dolgozott. Ugyanakkor végig hitt abban, hogy amit szeretne csinálni, az jó, és már megélte ugyanazokat a szokásos sláger témákat, mint amikor a jellemzően legtehetségesebb versenyző különböző szirén hangokra hallgatva elmentek másik nagyobb, esetleg vonzó klubokba. Ennek ellenére most 2019-ben is válogatott versenyzőt adott ennek az országnak. Sosem az volt nála a szempont, hogy mit kap érte. Széchy Tamás azt mondta, hogy az, hogy az emberek csillagok közé jussanak, egy életet kell adni, és ő az életét adja a mai napig, hiszen reggel este ott áll az aktuális versenyző mellett, és rendíthetetlen türelemmel, nyugalommal, szorgalommal és szeretettel képzi ezeket a gyerekeket. Minden óra kell hozni valami új gyakorlat. Ez nem nehéz, csak minden kell találni valami pici gyakorlat. Ezt tudod, mi új, azért nevelni kell ügyesség. Ügyesség, ha nevelünk, érdekes, nem utálatos úszásba, nem kell csinálni százszor gyors úszás. Minden találni kell új gyakorlat, ami érdekes lesz gyerekek, és ott leszek. Így most kell kezdeni tanulni gyerekek, most kell edző lenni. Azért minden tudjuk, mit kell csinálni. Ez a nagy szó, de ez igazság.